A rezsicsökkentés az egyik fő témája a mai kormányülésnek. Orbán Viktor úgy fogalmazott, kitartanak a rezsicsökkentés mellett. Több méter még krátereket tártak fel az északi áramlat megsérült gázvezetékénél. Szakértők szerint ezek robbantásra utalnak. Erős influenza járvány jöhet a közelgő télen, a szakemberek oltást ajánlanak a veszélyeztetett csoportoknak. És átlépte a 10 millió forintot a felajánlások összege a Jónak lenni jó kampányban. Már több mint 20 ezeren adományoztak. Ez a Híradó fél nyolckor az M1-en, Kontra György vagyok. Jó estét kívánok! A rezsicsökkentés az egyik fő témája a mai kormányülésnek. Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, a brüsszeli szankciók miatt egész Európában elszálltak az energiaárak. Magyarországon viszont rezsicsökkentéssel védik a családokat. A kormányfő úgy fogalmazott, kitartanak a rezsicsökkentés mellett. A kormány újabb lehetőséget biztosít azoknak a vállalatoknak, amelyek lemaradtak a gyármentő program regisztrációjáról, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter azt mondta, az energiahatékonyságot növelő beruházások támogatására indított programban tegnap reggel 168 vállalat összesen 200 milliárd forintnyi támogatási igényt jelentett be, mintegy 500 milliárd forintnyi beruházáshoz. A jelentkezéseket azonban 20 perc után le kellett zárni, mert elfogyott a rendelkezésre álló keret. Hozzátette, további 214 társaság szintén megkezdte a regisztrációt, de azt nem tudták befejezni. A mostani döntés nekik segít. Számunkra mindenki fontos, minden Magyarországon működő vállalat, minden magyarországi munkahely fontos, ezért úgy döntöttünk, hogy ennek a 214 vállalatnak, akinek a regisztrációja félbeszakadt, szintén megadjuk a lehetőséget arra, hogy befejezzék a regisztrációjukat, és egy második körös regisztrációban részt vegyenek. Több méter mély krátereket tárt fel az északi áramlat szeptemberben megsérült gázvezetékénél az azt üzemeltető társaság. Szakemberek szerint a sérülést szinte biztos, hogy robbantás okozta. Oroszország az Egyesült Államokat és Nagy-Britanniát vádolja a szabotázs elkövetésével. A moszkvai brit nagykövetet csütörtökön be is kérették a külügyminisztériumba. Tüntetők várták a brit nagykövetet csütörtök reggel Moszkvában a külügyminisztérium előtt, azt skandálva, Nagy-Britannia terrorista ország. Az orosz külügy azért kérette be Deborah Bronnert, hogy bizonyítékot mutasson neki Nagy-Britannia részvételéről egyebek mellett az északi áramlat elleni szabotázs akcióban. Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt az SMS-t, amiben az északi áramlat elleni támadás utáni percekben az akkori brit miniszterelnök azt írta az amerikai külügyminiszternek, hogy elvégeztetett. Idézte az orosz biztonsági tanács titkárát az MTI. Nikolaj Patrushev azt mondta, a támadás végrehajtásában a brit haditengerészet is részt vett, a fő haszonélvezője pedig az Egyesült Államok. There will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. Ha Oroszország inváziót indít és katonákkal lépi át az ukrán határt, akkor nem lesz tovább északi áramlat, véget vetünk neki, mondta még a háború kitörése előtt Joe Biden, majd egy újságíró visszakérdezésére csak annyit mondott, ígérem, képesek leszünk rá. I promise you we'll be able to do it. Az Egyesült Államoknak van tapasztalata egy ilyen támadáshoz, ugyanis korábban is hajtott végre robbantásokat más országok infrastruktúrája ellen. Erről a Columbia Egyetem professzora beszélt. Gondoljunk csak a szovjet éra csővezetékeire, vagy az iráni nukleáris létesítményekre, és még sorolhatnám. Nincs bizonyítékom, hogy az USA lenne a felelős, de a jelek erre utalnak. Mondta Jeffrey Sachs, emlékeztetve az USA külügyminiszterének azon szavaira is, amikor óriási lehetőségnek nevezte a vezetékek sérülését. Szeptember végén észleltek nyomáscsökkenést az Oroszországot Németországgal összekötő északi áramlat 1-es és 2-es gázvezetéken. A csövekből több helyen ömlött a gáz, amitől 1 kilométer átmérőjű körben bugyogott a víz. Dán és svéd szeizmológusok erős robbanásokat regisztráltak a szivárgások közelében. Azonnal több vizsgálat indult, hogy kiderüljön, mi történt a mintegy 100 méteres mélységben futó, évente 55 milliárd köbméter gázszállító vezetékekkel.
A gázvezetéket üzemeltető vállalat 3 és 5 méter mély, mesterséges eredetű krátereket talált az északi áramlat egy sérült részeinél. Szerdai közleményük szerint negyed kilométeres szakaszon megsemmisült a vezeték, a roncsok több száz méteres körben szóródtak szét. A német haditengerészet a kráterek méretéből hatalmas robbanásra következtet, mert nem csak az egyes vezeték, hanem az északi áramlat kettes is súlyosan megsérült, írta a Mandiner. Az északi áramlat egyes és kettes vezetékek kiesése után az Ukrajnán keresztül haladó vezetéket az oroszok állították le, így az ősz óta Nyugat-Európában nem érkezik orosz gáz. Európa cseppfolyósított gázzal akarja pótolni az orosz földgázt, jellemzően az Egyesült Államokból és a Közel-Keletről, ami nem megoldás, mert egy hajórakomány LNG gáz csak a fele annak, amit egy nap alatt csöveken szállít Oroszország. Erről az energetikai szakértő beszélt a Kossuth Rádióban. Litkei Máté szerint a folyékony gáz átfejtéséhez szükséges infrastruktúra sem megfelelő a folyamatos ellátáshoz. Azok az LNG beruházások, amelyeket elindítottak az idei évben, azok 2026-ra realizálhatók, tehát a bővítési lehetőségeink az LNG területén nagyon korlátozottak, magyarán nem fog új LNG belépni a kieső orosz gáz helyére, tehát a tárolókat jövőre nem tudjuk olyan ütemben tölteni, mint ahogy azt idén tudtuk. Litkei Máté hozzátette, a gázhiánynak súlyos következményei lesznek, csökkenhet és le is állhat az ipari termelés, ami munkanélküliséghez és a lakosság terheinek növekedéséhez vezet. Egyre nagyobb gondot okoznak a magas energiaárak Németországban. A német kormány szerdán döntött arról, hogy a decemberi rezsiköltségek átvállalásával, tavasztól pedig ársapkákkal próbálja csökkenteni a fogyasztók költségeit. Figyelmeztető sztrájkba kezdett Európa legnagyobb ipari szakszervezete a hétvégén. A csaknem 4 millió német munkás tömörítő IG Metall mintegy 300 gyárban hirdetett munkabeszüntetést. A szakszervezet adatai szerint csak szerdán 32 ezer tagjuk sztrájkolt, hogy magasabb bért követeljen. Ha boltba megyek, akkor a bevásárlókocsit még részben sem tudom megtölteni 100 euróból, panaszolt egy hannoveri munkás. Ugyanis ekkora havi bérkiegészítést ajánlottak a munkáltatók az ipari dolgozóknak, ami nagyjából a mostani bérük 2%-át teszi ki. Ráadásul ezt is csak ideiglenesen, 30 hónapon át adnák. A szakszervezet azonban ennek 4-szeresét, 8%-os tartós béremelést követel, ezért újabb és újabb munkabeszüntetést ígérnek a német elektronikai, autó- és fémipari üzemek dolgozói. A bérek azonban még így sem tartanák a lépést a növekvő fogyasztói árakkal, hiszen az infláció Németországban októberben már a 10%-ot is meghaladta. A legnagyobb gondot az energiaárak növekedése okozza, amelyek tavaly óta többszörösükre emelkedtek. Ezért egyre nagyobb a kereslet az energiahatékonysági tanácsadók iránt. Az egyik szakember szerint, aki most kér tőle időpontot, az leghamarabb csak 2 hónap múlvára kaphat. Először is az a kérdés, hogy mit tehetek a viselkedésem egyszerű változtatásával, például ne tarts kanapét vagy más bútort a radiátor előtt. A második rész valamivel összetettebb, de még mindig megoldható, például a fűtőcsövek vagy a pince mennyezetének alulról történő szigetelésével, magyarázta az energetikai tanácsadó. Közben a berlini kormány is igyekszik megoldást találni az energiaválságra. Olaf Scholz, német kancellár szerdán jelentette be, hogy egyszeri támogatásként átvállalják az általányt fizető lakossági fogyasztók, valamint a kisebb cégek decemberi gáz, illetve távfőszámlájának kifizetését. A kancellár egyúttal közölte, a gázárfék és az áramárfék bevezetéséről is megállapodtak a tartományi miniszterelnökökkel. Nagyon fontos, hogy megvédjük a lakosságot a költségek növekedésének hatásától. Ezt egy 200 milliárd eurós csomaggal tesszük, amellyel kizárólag az áram, gáz és távhőfogyasztást támogatjuk. Egy dolog világos, az ukrajnai háború előtti árszínvonalat nem tudjuk újra elérni. De ezzel az intézkedéssel az áremelkedés nem lesz olyan óriási, hogy az embereknek attól kelljen tartaniuk, hogy nem tudják kifizetni a számlákat, fogalmazott Olaf Scholz. A tervek szerint jövőre a német családok és cégek éves fogyasztásuk 80%-áig kedvezményes összeget fizetnek majd a gázért és az áramért. Egyelőre azonban nem világos, hogy az árfékeket az eredeti tervek szerint jövő márciustól, vagy a tartományi kormányfő kérésének megfelelően már januártól alkalmaznák. A támogatásukat részben az energiaipari vállalatok extra profitjából finanszíroznak, és 2024 tavaszáig vissza is vonnák az ársapkákat.
Egyetlen év alatt 140%-kal emelkedett a villamosenergia ára Írországban a legfrissebb adatok szerint. Ezért a kormány 600 eurós támogatást nyújt a háztartásoknak a téli időszakban. Ennek első 200 eurós részletét ezekben a napokban kapja meg 2,2 millió fogyasztó. Dublinból Horváth Judit jelentkezett. Megoszlanak a vélemények ennek hatékonyságáról. A kritikusok azt mondják, hogy ez elsősorban a jómódú háztartásokon segít, és hogy a szegényebbek ebből nem igazán fognak sokat érezni az infláció miatt. A javaslat támogatói viszont azt mondják, hogy ez az említett 600 euró, ez összességében egy átlagos család becsült éves villanyszámlájának egy negyedét teszi ki, pontosabban az azért fizetett összeget. Tömegek küzdenek lakhatási gondokkal Görögországban. Arra panaszkodnak, hogy nehéz albérletet találni, és hogyha sikerül is, az energiaválság miatt egyre nagyobb problémát jelent a megnövekedett rezsiköltségek kifizetése. Az országban csaknem 3 évtizede nem volt ilyen magas az infláció. A görög kormány új válságkezelő intézkedése hetente változó termékekre biztosít kedvezményt az élelmiszerboltokban. A heti akciókat frissítik az egyik aténi szupermarketben. Szerdán lépett életbe a görög kormány új válságkezelő intézkedése, az úgynevezett háztartási kosár. A kosárba kerülő termékeket egy hétig csökkentett áron lehet megvásárolni. Minden héten más termékek kerülnek a kosárba, a vásárlók pedig mobil alkalmazás segítségével is követhetik, hogy az adott héten éppen mi kapható kedvezménnyel. Görögországban közel 3 évtizede nem volt ilyen magas az infláció. Az elmúlt évtizedben szinte folytonos államcsőd közeli állapotok alatt sem volt ilyen mértékű a pénzromlás. Lehet, hogy most levitték néhány termék árát, de a jövő héten visszaáll az áruk. Nem gondolom, hogy ez az intézkedés jelenteni a megoldást, mondta egy nő. Bár a görög vezetők szerint a háztartási kosár bevezetése elősegíti a tudatos vásárlási szokások kialakítását, így a spóroláshoz is hozzájárul, erről egyelőre nem sikerült mindenkit meggyőzni. 51 terméket akcióztak le, de én például nem eszek tésztát, úgyhogy egyáltalán nem érdekel, hányféle tésztára adnak kedvezményt. Ez csak egy látszatintézkedés, nem lesz tőle jobb az életünk, mondta egy férfi. Krisztina Pappas az Aténi Színművészeti Egyetem 27 éves hallgatója. Tanulmányai mellett sok más görög fiatalhoz hasonlóan ő is dolgozik, de a korábbi albérletét nem tudta fenntartani, ezért egy fele akkora tetőlakásba költözött. Fizetésének fele így is a lakbérre és a rezsire megy el. Hónapról hónapra élek a folyamatosan növekvő árak mellett, pedig egyáltalán nem tudok hosszú távra tervezni. Lehet, hogy innen is tovább kell költöznöm, bár nem valószínű, hogy találok ennél olcsóbb lakást, fejezte ki aggodalmát. Görögországban idén szeptemberben az elmúlt évhez képest több mint harmadával nőttek a bérleti díjak. Az áram is hasonlóan drágult, a gázért pedig 65%-kal kell többet fizetni. Szakértők szerint jelenleg a lakhatás jelenti az egyik legnagyobb problémát. Görögországban a 24 és a 36 év közötti korosztály 67%-a él a szüleivel, mert egyedül nem tudnák fenntartani magukat. Ez a görög gazdaságra, a családokra és a társadalom egészére egyaránt rendkívül rossz hatással van, mondta egy ingatlan ügynök. Egy idei közvéleménykutatás is a helyzet súlyosságát erősíti meg. A 18 és 44 év közötti megkérdezettek csak nem fele mondta azt, hogy alig tudja kifizetni a lakbért. Herszon visszafoglalására készül az ukrán hadsereg. A dél-ukrajnai várost irányító orosz vezetők menekülésre szólították fel a helyieket. A hírek szerint az orosz csapatok is visszavonulásra készülnek, ezt egyelőre Moszkvában nem erősítették meg. Herszon közvetlen közelében lévő orosz célpontokat lőtt szerdán az ukrán tüzérség. A békeidőben csaknem 300 ezer lakosú dél-ukrajnai várost még a háború első heteiben foglalták el az orosz csapatok. Moszkva szeptember végén 3 másik ukrajnai régióval együtt Herszon megyét is Oroszország részévé nyilvánította, miközben az ukrán erők faluról falura foglalták vissza a megyeközponttól északra fekvő területet. A régió Moszkva által kinevezett vezetője hétfőn elrendelte a civil lakosság kimenekítését a Herszonváros határában húzódó Dnyeper folyó 15 kilométeres körzetéből. Az embereket buszokkal szállították délre, a 2014-ben elcsatolt Krím-félszigetre. Az orosz adminisztráció helyettes vezetője csütörtök reggel a közösségi oldalakra feltöltött videóban sürgette a helyieket, hogy hagyják el a várost.
Herszon város utcáit járom, ahol még mindig sok embert látok. A helyzet fokozódik, és én arra kérek mindenkit, hogy keljen át a folyón és mentse az életét. Nem a nácikért aggódom, akik az ukrán katonákat várják, hanem az orosz állampolgárokért és azokért, akik hisznek az igazságban, figyelmeztetett Kirill Stremusov. Röviddel ezután egy interjúban úgy fogalmazott, nagyon valószínű, hogy csapataink távoznak a folyó bal partjára, azaz elhagyják a várost, jól lehet az orosz erők nemrég még cáfolták, hogy visszavonulásra készülnének a térségben. Moszkva egyelőre hallgat, az ukránok pedig kétkedve fogadták az esetleges visszavonulás hírét. A déli parancsnokság szóvivője szerint nem zárható ki, hogy az oroszok így akarják csapdába csalni a város visszafoglalására készülő ukrán egységeket. Ellentmondásos hírek érkeznek az oroszok által megszállt zaporizsai erőműről is. Az ukrán Enerhoatom vállalat közölte, hogy a létesítményt ismét le kellett kapcsolni az áramhálózatról, miután az orosz tüzérségi támadások megrongálták a magas feszültségű vezetékeket. Az oroszok viszont az ukránokat vádolják azzal, hogy úgynevezett piszkos bomba előállításán dolgoznak az erőműben. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőrei viszont közölték, hogy nem találtak erre utaló nyomokat a helyszínen. Csütörtök reggel újabb ukrán gabonaszállítmányok indultak el a Fekete-tengeri kikötőkből. Oroszország szombaton egy állítólagos ukrán támadásra hivatkozva felfüggesztette a gabonakivitelről szóló egyezményt, majd szerdán meggondolta magát. Kijev szerint viszont épp az oroszok sodorják veszélybe a megállapodást. A reggeli órákban egy orosz harcigép cirkáló rakétákat lőtt ki a Kígyó-sziget közelében. Ezek a rakéták a Gabona folyosó fölött haladtak át. Nem ez az első olyan orosz támadás, amely közvetlenül veszélyezteti a tengeri szállítmányokat, jelentette ki Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök. A Kreml szóvivője csütörtökön közölte, hogy Oroszország még nem döntötte el, meghosszabbítja-e a két hét múlva lejáró Gabona egyezményt. Moszkva szerint ugyanis a pénzügyi és logisztikai ágazatra kivetett nyugati szankciók miatt az orosz gabona és műtrágya export továbbra is akadozik. 50 ágyat adományozott a katolikus Caritas a nagyszülősi gyermekotthonnak, amely mozgássérült és halmozottan fogyatékos gyermekeknek nyújt menedéket. Az adományt, amely az ágyakon kívül tartós élelmiszert, higiéniai cikkeket és édességet is tartalmazott, Herceg Anita, a szervezet jószolgálati nagykövete adta át. Az orosz-ukrán háború kezdete óta a nagyszülősi otthon 85 belső Ukrajnából kimenekített, fogyatékkal élő fiatalt fogadott be. Ellátásukra azonban nem voltak felkészülve, ezért kértek segítséget. Az ágyak elkészítéséhez szükséges pénzt a gyulafehérvári Caritas gyűjtötte össze Erdélyben. Úgy látom, nagyon jó helyre kerültek a dolgok, nagyon nagy szükség volt rá. Elmesélték, hogy az otthon létszáma sajnos a háború következtében nagy mértékben bővült, tehát szükség volt új ágyakra. Egyrészt várnak még a háborús területekről ide érkező fogyatékkal élő fiatalokat, részben ugye le kell cserélni a régi elhasznált bútorokat, de hoztunk tisztálkodási szereket és élelmiszeradományt is. A Magyar Honvédség helyzetéről tájékoztatta Novák Katalin köztársasági elnököt a honvédség parancsnoka. Az államfő ugyanis egyben a honvédség főparancsnoka is. Ruszin Szendi Romulus a találkozó után azt mondta, a megbeszélés fő témája az orosz-ukrán háború, valamint a balkáni feszültség volt. A parancsnok megerősítette, Magyarországot jelenleg semmilyen közvetlen veszély nem fenyegeti. Szokásos őrségváltás a Sándor palotánál, és szokásos jelentéstétel a köztársasági elnöknél. Novák Katalin, a honvédség főparancsnoka hivatalában fogadta Ruszin Szendi Romuluszt, a Magyar Honvédség parancsnokát. Azt tudom jelenteni, hogy természetesen folyamatosan monitorozzuk, hogy mi történik, nem csak tőlünk keletre, hanem az egész világon. Ruszin Szendi Romulus az M1-nek elmondta, jelentést tett a Magyar Honvédség helyzetéről, különös tekintettel arra, hogy a háború milyen hatást gyakorol a magyar emberek mindennapi életére. Hozzátette, arról is egyeztettek, hogy a háború hogyan befolyásolja a honvédség fejlesztési és kiképzési terveit. A fejlesztések természetesen folynak, hiszen a szerződések aláírása után folyamatosan érkeznek a lövegek. Ugye bemutattuk az első linkset, ezek is érkeznek folyamatosan, jönnek a gidránok, jövőre érkeznek a helikoptereink. Tehát a technikai fejlesztés az folyamatos a Magyar Honvédségen belül. A mi dolgunk az, hogy a személyi állományt is felkészítsük.
folyamatosan bővül a személyállomány is a Magyar Honvédségnél. Legutóbb október közepén tett esküt mintegy 250 önkéntes. Szükségünk van hazájukat szolgálni akaró katonákra. Az eskütételen jelenlévő miniszterelnök akkor úgy fogalmazott, Magyarországnak ütőképes, békét garantálni tudó, elrettentő erejű hadseregre van szüksége. Egyre feszültebb a helyzet a két Korea között, miután Észak-Korea tegnap tovább folytatta rakéta kísérleteit. Több mint 20 rakétát lőttek fel. Az egyik dél-koreai szigeten az embereknek az óvóhelyekre kellett vonulniuk. Szöul válaszul 3 rakétát lőtt ki a két ország tengeri határának közelébe. A japán kormány is riasztást léptetett életbe több prefektúrában. Több japán városban is megszólaltak a hangos bemondók röviddel a csütörtöki rakétakilövések után. Azt az utasítást adták az ott élőknek, hogy azonnal menjenek az óvóhelyekre, lehetőleg a legközelebbi metró aluljáróba. Az úgynevezett korai figyelmeztető rendszer aktiválásakor a telefonjára is kapott vészjelzést mindenki, és a rádió, illetve a televízió is folyamatosan figyelmeztetett. Ez az egész nagyon félelmetes, mondja egy japán férfi. Japán északi prefektúráiban, Miyagiban, Yamagatában és Niigatában lépett életbe a riasztás, miután a tokiói kormány attól tartott, hogy az észak-koreai rakéták elhaladhatnak az ország területe fölött. Ideiglenesen felfüggesztették a gyorsvonatok közlekedését is a térségben. Ezeket a riadókat nem szabad félváról venni, vélte egy asszony. A japán kormány elítélte az észak-koreai rakétakísérletet. Szorosan együtt működünk a nemzetközi közösséggel, az Egyesült Államokkal és Dél-Koreával, hogy a megfelelő választ adjuk. Az ország teljes készültségben van, megvédjük a japán emberek életét, fogalmazott a tokiói kormány képviselője. Észak-Korea szerdán kezdett bele az újabb rakétakísérletekbe. Több mint 20 rakétát lőttek fel, ezek egyik egy lakott dél-koreai sziget irányába haladt. Uleung szigeten megszólaltak a szirénák, az ott élőknek azonnal az óvóhelyekre kellett menniük, és ott is maradtak, amíg ki nem derült, hogy a rakéta a két ország közötti tengeri határ közelében landolt. A dél-koreai katonai vezetés határozott választ ígért. Ezt nem tűrjük el, és hadseregünk határozottan reagál majd, mondta a dél-koreai vezérkari főnökök Egyesített Bizottságának műveleti főigazgatója. A válasz nem váratott sokáig magára. Szöul levegő-föld rakétákkal hajtott végre kísérleteket, hogy megmutassa, határozottan szembeszáll az észak-koreai provokációkkal. A dél-koreai hadsereg vadászgépei pedig 3 precíziós irányítású rakétát lőttek ki a két Korea keleti tengeri határához közeli helyszínekre. A koreai félszigeten az utóbbi hónapokban azért szabadultak el az indulatok, mert Észak-Korea nukleáris töltet hordozására képes rakétákkal kísérletezett, és olyan törvényt fogadott el, amely felhatalmazza nukleáris fegyvereinek megelőző bevetésére számos helyzetben. Észak-Korea azzal érvelt, hogy a közelmúltban végrehajtott fegyvertesztjei válaszok Washington és Szöul közös hadgyakorlataira, amelyeket az ország megszállása próbájának tekint. Az Egyesült Államok és Dél-Korea hétfőn indított újabb nagyszabású közös hadgyakorlatot. Ennek keretében 240 harci repülőgép 1600 gyakorló bevetést hajt végre. Az orosz-ukrán háború negatív hatásai világszerte érezhetők. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter, miután a laoszi kollégájával tárgyalt Budapesten. Szijjártó Péter azt mondta, Magyarország és Laosz számára is rendkívül károsak azok a döntések és nyilatkozatok, amelyek az eszkaláció kockázatával járnak. Ráadásul a szomszédságban a konfliktus súlyosbodásának veszélye is sokkal nagyobb. Hozzátette, arra kérik a nemzetközi közösséget, hogy végre fejezzék be az eszkaláció veszélyével járó nyilatkozatokat és döntéseket, és koncentráljon mindenki a békére. Mindkettőnknek az az érdeke, hogy a háború Ukrajnában minél előbb véget érjen, és minél előbb béke legyen. És egyetértettünk abban is, hogy függetlenül attól, hogy milyen messze vagyunk egymástól, mindkét ország, így Magyarország számára is rendkívül károsak azok a döntések, azok a nyilatkozatok, és veszélyesek is, amelyek az eszkaláció kockázatával járnak. Laosz újra nyitotta magyarországi nagykövetségét, ami jelzi, hogy mindkét fél készen áll az egyébként is baráti és megbízható kétoldalú kapcsolatok továbbfejlesztésére. Erről is Szijjártó Péter beszélt a külképviselet megnyitóján.
A barátság jeleként tekintünk a nagykövetség megnyitására, annak jeleként, hogy mindkét fél kész a kapcsolatok továbbfejlesztésére. Három év után újraindultak az egyeztetések a Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottságban. Kalmár Ferenc miniszteri külön megbízott az M1-nek elmondta, olyan kérdések kerültek ismételten napirendre, amelyek a szlovákiai magyarságot, illetve a magyarországi szlovák kisebbséget érintik. Példaként említette a Benes dekrétumok alapján ma is zajló telekelkobzásokat, az egyházak támogatását és a kettős állampolgárság kérdését. A 2013-ban megszakadt szakértői szintű tárgyalásokat újra kezdjük, hogy megvizsgálni, hogy a nemzetközi jog alapján hogyan lehet a kettős állampolgárságot biztosítani. Ezen kívül megállapodtunk abba, hogy továbbra is Magyarország a Szlovákiában működő egyházak számára ad támogatásokat, és nyilvánvaló egyeztetve az ottani egyházi vezetőkkel. Hektáronkénti többlet támogatást kapnak a magyar gazdák a jövőben az alaptámogatás mellé, jelentette be a mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár Orosházán egy előadáson. Feldman Zsolt emlékeztetett, a kormány idén 1500 milliárd forintot fordít vidéki fejlesztésekre. Az államtitkár hozzátette, 2023-ban a közvetlen területalapú támogatások is segítik a gazdákat. Minden 1200 hektár alatti gazdaság számára az első 10 hektár után átlagosan 40 euró, az első 11 és 150 hektár közötti használt földterület után pedig egy átlagosan 80 eurónyi támogatás az, amely várható. Az elhibázott brüsszeli szankciós politika hatással van az energiaárakra, az élelmiszerárakra, Európára, a magyar családokra és az önkormányzatokra. Erről a térség fideszes országgyűlési képviselője beszélt Miskolcon. Csöbör Katalin úgy fogalmazott, a szankciók nem érték el a céljukat, hiszen Oroszország nem ment tönkre, és a háború sem ért véget. A képviselő felkérte Veres Pát, Miskolc ellenzéki polgármesterét, hogy csatlakozzon ahhoz a kezdeményezéshez, amelyet a megyei Jogú Városok Szövetsége indította az elhibázott szankciók ellen és a béke megteremtéséért. Azt kérik az Európai Bizottságtól, hogy változtassanak az európai gazdaságot recesszióba sújtó politikáján, és szüntessék meg a magyar embereket, úgy az európai embereket sújtó szankciókat is. Most pedig arra szeretném megkérni Veres Pál Miskolc polgármesterét is, hogy csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez, hiszen Miskolc számára létfontosságú a szankciók eltörlése és a béke megteremtése. Az MSZP szerint azonnali segítséget kell nyújtani a bajba jutott embereknek. Komját Imre azt mondta, az Országgyűlés Népjóléti Bizottságánál egyebek mellett azt kezdeményezték, hogy az átlagos vagy annál kisebb nyugdíjban részesülők a fűtési időszakban legalább havi 10 000 forintos rezsitámogatást kapjanak. Nekünk felelősséget kell vállalnunk azokért az emberekért, akik ezt az országot felépítették, akik ezt az országot a hátukon viszik és működtetik. Gondoskodnunk kell nyugdíjas honfitársainkról is. A Jobbik szerint emelni kellene a speciális nevelési igényű gyermeket nevelőknek és a tartós egészségkárosodással élőknek járó utazási költségtérítést. Zékárpád Dániel, a párt országgyűlési képviselője azt javasolja, hogy a jelenlegi 21 forintról emeljék 50 forintra a kilométerenkénti hozzájárulást. Közelről látom ugyanis azt, hogy mekkora brutális nehézségekkel szembesülnek. Egy ilyen kilométerdíjas javaslat érdemi, mérhető támogatást tud nyújtani nekik, de minden problémájukat távolról sem oldja meg. A Mi Hazánk szerint elbocsátások helyett meg kellene becsülni a postai dolgozókat. Lantos János azt mondta, az igazgatóságok átszervezésére szánt pénzt inkább bérfejlesztésre kellene fordítani a Magyar Postánál. Olyan szakszervezetiségre volna szükség a postán is egyébként máshol is, amely nem függ anyagilag közvetlenül a munkáltatótól, tehát olyan szakszervezetekre, amelyek nem az igazgatóságtól kapják a pénzüket.
A DK szerint a kormány tétlensége miatt van szükség a párt által indított rezsimentő alapra. Varjú László azt mondta, pártja ebből kívánja kifizetni a legnagyobb bajba került családok és idősek decemberben érkező rezsiszámláit. Minél többen jelentkeznek, hogy segítsenek, minél többen lesznek rezsimentők, annál több embernek fogunk tudni segíteni a decemberben érkező rezsiszámla kifizetésében. Szükség van béremelésre a pedagógusoknál, és lesz is két hónap múlva, szögezte le tegnap a parlamentben a belügyminisztérium államtitkára azon a vitán, amelyet a baloldali frakciók kezdeményeztek. A legnagyobb baloldali képviselőcsoportot vezető Gyurcsány Ferenc is a kezdeményezők között volt, de a vitában már nem vett részt, ahogy pártársai közül sem voltak bent sokan az ülésteremben akkor, amikor a pedagógusok helyzetéről volt szó. Itt az ideje, hogy végre elinduljon egy érdemi párbeszéd a közoktatást régóta feszítő problémák megoldásáról. Olvasható abban a politikai vitanapot kezdeményező parlamenti indítványban, amit az ellenzéki pártok képviselői nyújtottak be, köztük a baloldalt irányító Gyurcsány Ferenc DK elnök is. Soron következik a gyermekeink jövőjéről, a közoktatás minőségéről. A vita a plenáris ülés élő közvetítésének tanúsága szerint 16 óra 3 perckor kezdődött a szerdai ülésnapon. Vajon a baloldal meddig akadályozza még, hogy EU-s források is rendelkezésre álljanak a pedagógus béremeléshez? Szükség van béremelésekre a pedagógusoknál, és lesz is két hónap múlva, ismertette a kormány nyilatkozatát a belügyminisztérium parlamenti államtitkára Rétvári Bence. Minden évben azt halljuk, hogy összeomlik, sőt már összeomlott a magyar oktatási rendszer. A kabinet célja a jelentős béremelésen túl többek között a valós teljesítményhez kapcsolódó differenciálás megteremtése lesz. Erről Maruzsa Zoltán adott tájékoztatást. A köznevelési államtitkár beszédét azonban a balliberális képviselők alig harmada kísérte figyelemmel. Vezető erejüknek, a DK frakciójának ugyanis ekkor egyetlen tagja sem volt jelen az ülésteremben. Gyurcsány Ferenc sem, amit 16 óra 16 perckor szóvá is tett a Fidesz frakció vezetője. Kocsis Máté közösségi oldalán egy fotót közölt, amihez azt írta, az 57 baloldali képviselőből alig 20 van itt, ennyit a szándékaik tisztaságáról. A kormánypárti politikus kritikáját követően több DK-s is megjelent az ülésteremben. Egy mosolygós fotót készítettek magukról, amit a Gyurcsánypárt frakció vezető helyettese szintén a közösségi oldalán osztott meg. Arató Gergely ebben azt kérdezte követőitől, vajon melyik mozit nézi a Fidesz frakció vezetője. Tette ezt Kocsis Máté posztja után majdnem másfél órával. 2010-ben egy pedagógusra. A pedagógusok béremelése olyannyira nem érdekelhette az ellenzéki képviselőket, hogy az élő közvetítés képsorai szerint még egy órával a vita megkezdése után is jó részt csak üres padokat lehetett látni a patkó bal oldalán. Tisztelt ház, az oktatás nemzeti ügye, az oktatás közös ügyünk. A DK-s Barkóczi Balázs végül a pulpitusról támadta a kabinetet. A Gyurcsánypárt árnyék kormányának árnyék oktatási minisztere azt állította, soha nem látott válságban van a magyar oktatás, amibe a mostani kormánypártok lökték. A volt kollégákat, szülőket és... Felszólalását ekkor Arató Gergely mellett az ugyancsak DK-s Hegedűs Andrea és néhány momentumos, MSZP-s párbeszédes és jobbikos képviselő szemlélte. Gyurcsány Ferenc pártelnök frakció vezetőt viszont ekkor sem érdekelte a politikai vitanap. Dobrev Klára azt mondta, hogy amíg Orbán Viktornak hívják Magyarország miniszterelnökét, egy fillér európai uniós támogatás se érkezzen. Bár a kormánypárti honatyák folyamatosan sorolták szakmai és politikai érveiket, a baloldal képviselőinek többsége a 6 órás vita alatt egyszer sem ment be az ülésterembe. Pedig ellenzéki politikusok az elmúlt hetekben előszeretettel vettek részt a pedagógusok és a baloldalhoz köthető szakszervezetek által szervezett utcai megmozdulásokban. Sziasztok! Többek között a DK-s Varjú László, a Független Hatházi Ákos, a Momentumos Fekete Győr András és a párbeszédes Karácsony Gergely főpolgármester és pártársa Jámbor András. De ahogy ígérte, megjelent az egyik eseményen Dobrev Klára árnyék miniszterelnök is. De nem csak ők, hanem egyes soros szervezetek is rácsatlakoztak a megmozdulásokra. A Magyar Nemzet korábban úgy összegezte az utcai eseményeket, hogy azok fókuszában hivatalosan a bérkérdés szerepelt, de minden tüntetés azt mutatta, hogy a baloldal szervezkedik a kormány ellen.
Januártól megduplázódik az apanapok száma, és több szülői szabadság jár majd. Az Ipari Minisztérium benyújtotta a foglalkoztatási törvénycsomagot, ami segíti a szülőket, hogy rugalmasabban, az eddiginél több időt tölthessenek a családjukkal. Ha a parlament elfogadja, a rendelkezések januártól lépnek életbe. 6 héttel ezelőtt született Letti, az első heteket édesapja is vele töltötte, ugyanis kihasználta az apáknak járó 5 szabad napot. Péter azt mondta, azért is örült ennek, mert nagyobbik lányánál erre még nem volt lehetősége. Nagyon feltöltött, mert elég sokat dolgozom, nagyon jó volt otthon velük, otthon lenni ezt az 5 napot. Nagyon élveztem, jó segíteni anyukának. Januártól már nem csak 5 munkanapot, hanem ennek a dupláját lehetnek majd az édesapák újszülött gyermekükkel. Az Ipari Minisztérium ugyanis olyan foglalkoztatási törvénycsomagot nyújtott be az országgyűlésnek, ami segíti a szülőket, hogy rugalmasabban, az eddiginél több időt tölthessenek a családjukkal. Szeptemberben kezdte már a bölcsit, és hát ez olyan, hogy egy hétig jár bölcsibe, 2 hétig itthon van, mert beteg. Ezen a helyzeten is segít az új törvénytervezet. A szülők a gyermekük 3 éves koráig 44 munkanap szülői szabadságot kapnak, amit munkáltatójuk a kérésüknek megfelelő időpontban adhat ki. Ezeket a szabadnapokat az eddig is járó szabadságon felül kell majd biztosítani. Mind a ketten dolgozunk a férjemmel. Tehát az az igazság, hogy dolgozó szülőként még a tervezhető szüneteket is nagyon nehéz megoldani, nem beszélve az ilyen őszi náthás időszakról, amikor a gyerekek felváltva vannak itthon, mert betegek. Tehát nagyon nagy segítség, hogy nem táppénzre kell menni velük, hanem van az embernek plusz szabadsága. A szülőknek lehetőségük lesz arra is, hogy gyermekük 8 éves koráig távmunkában vagy részmunkaidőben dolgozhassanak. A Nagycsaládosok Országos Egyesületének vezetője azt mondta, úgy tapasztalják, hogy azok a szülők, akiknek a munkáltatója lehetőséget ad a rugalmas munkaidőre, sokkal lojálisabbak, és mindent megtesznek a jó együttműködésért. Ez az intézkedéscsomag is azt segíti, hogy a családok minél könnyebben tudják a munkát és a magánéletet összeegyeztetni, amikor egy-egy újabb életre mondanak igent, az apa szabadság bővítésével több minőségi időt tudjanak együtt tölteni, és megerősödve nézzenek a jövő elé. A munkáltatóknak a jövőben arra is oda kell figyelniük, hogy rövidebb határidőkkel részletesebb információt nyújtsanak a dolgozóiknak, emellett ingyenesen kell biztosítaniuk a munkaköri feladatok elvégzéséhez szükséges kötelező képzéseket is. A törvényjavaslat parlamenti elfogadás után január 1-től léphet életbe. Idén az elmúlt 2 évhez képest jóval erősebb influenza járványra számítanak a szakemberek. Magyarországon jellemzően a karácsonyi ünnepek után szokott megemelkedni az influenzás esetek száma. Idén azonban elképzelhető, hogy a hideg idő beköszöntével akár már decemberben megindul a járvány. Az influenza esetében magas rizikócsoportba tartoznak az idős krónikus betegek, valamint a 2 év alatti gyerekek. Hűségesen tűrte ez a kisfiú a vizsgálatot, aki náthás panaszokkal érkezett ebbe a nyergesújfalui házi orvosi rendelőbe. A doktornő egyre több felső és alsó légúti megbetegedésben szenvedő kisgyermeket vizsgál meg naponta. Én úgy gondolom, hogy a beteg létszám tovább fog növekedni, és január-februárban lesz a csúcs. Valószínűleg az influenza járvány is lassan el fog indulni. Az később szokott, ugye november-december körül csak. Számítunk arra, hogy mivel tavaly nem volt influenza járvány, idén jobban fel fogja vetni a fejét. A legtöbb házi orvosi rendelőbe már megérkezett a térítésmentes influenza elleni vakcina. Ezt rá tetszik szorítani. Egyre többen érdeklődnek az influenza elleni védőoltásról ebben a kecskeméti felnőtt házi orvosi rendelőben is. Már 3 év óta minden évben felveszem a koronavírus ellenit is, tehát lényegében véve ez egy mencsvár. Azért, hogy ne legyek beteg, mert a családban voltak élethalál között levők. Most november hónapban, illetve december közepéig, aki tudja, az oltassa be magát. Ahogy a legtöbb vakcinánál, úgy az influenza oltóanyag esetében is legalább 2 hét szükséges a védettség kialakulásához. Az influenza elleni oltóanyagok elérhetők már a gyógyszertárakban és a házi orvosoknál is. Az idén 1.300.000 adag térítésmentesen felhasználható
influenza oltóanyag már az egész ország területén a házi orvosoknál van. Október 10-től kezdődött meg a kiszállítás, és a múlt héten fejeződött be. Az influenza legtöbbször magas lázzal jár, gyakran társul mellé erős ízületi és végtagfájdalom, gyengeség. Az idős, mindenféle krónikus alapbetegségben szenvedő ember, és a 2 év alatti gyermekek egy nagyon komoly rizikócsoport. Slávik János, a Délpesti Centrum Kórház infektológus főorvosa az M1-en arra hívta fel a figyelmet, hogy különösen az időseknek, a krónikus betegségben szenvedőknek és a legkisebbeknek fontos az influenza elleni oltóanyag felvétele. Az egyik legkomolyabb rizikócsoport az a 2-3 éves kor alatti gyermekek. Az immunrendszerük még nem elég fejlett ahhoz, hogy legyőzzék a vírust, és hogyha nincs megfelelő védettségük, akkor ők nagy veszélynek lehetnek kitéve. Úgyhogy mindenképpen javasolt nem csak az idős, krónikusan beteg embereknek, hanem a 2 év alatti gyermekeknek is az oltás beadása. Aki nem jogosult a térítésmentes védőoltásra, az a patikákban 3 különböző influenza elleni oltóanyag közül választhat. Nálunk már vényre kapható, tehát nálunk már elindult a forgalmazása, és elég sokan érdeklődnek és vásárolják. Idén az elmúlt 2 évhez képest intenzívebb járványra számítanak a szakemberek. Magyarországon jellemzően a karácsonyi ünnepek után szokott megemelkedni az influenzás esetek száma. Idén azonban elképzelhető, hogy a hideg idő beköszöntével akár már decemberben megindul a járvány. Először jelentetett meg étterem kalauzt Magyarország egészéről a Michelin Guide, amely vidéki magyar éttermeket is kitüntetette a Michelin csillagminősítéssel. Az anonim értékelők 2 Michelin csillaggal jutalmazták egy tatai és egy budapesti étterem konyháját, és 7 étterem nyert el 1 Michelin csillagot. Jakab Zsófia, a Magyar Turisztikai Ügynökség marketing és kommunikációs vezérigazgató helyettese a díjátadón azt mondta, az egész ország a nyertese ennek az eseménynek. A mai esemény egy újabb mérföldkő a hazai gasztronómia és egyben a magyar turizmus életében is, hiszen a szálláshelyszolgáltatás és a turisztikai attrakciók mellett a vendéglátás a legalapvetőbb elemi összetevője a vendégélménynek. A jó vendéglátás nélkül nem létezhet sikeres turisztikai ágazat. Csokoládéba rejtett heroint és muzeális érméket találtak egy Szófia és London között közlekedő buszon röszkénél. A pénzügyőrök által kicsomagolt csoki rudakban ragasztószalaggal körbetekert heroint találtak, amelyet egy podgyásztartóban rejtett el a csempész. Az egyik utas kézitáskájából pedig több mint 50 antik, bizánci és középkori érme került elő. Az ügyben a NAV vizsgálatot indított. Átlépte a 10 millió forintot a felajánlások összege a Jónak lenni jó kampányban. Már több mint 20 ezeren adományoztak valamilyen formában. Az összegyűlt pénzt a közmédia idén a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségének ajánlja fel. A jótékonysági akció december 18-án egy egésznapos műsorfolyammal zárul. Vörös Sándor a szerelem ABC-je. Többek között ezt a könyvet is felajánlották az idei Jónak lenni jó című adománygyűjtő műsorba. A számozott kiadvány különlegessége, hogy maga Vörös Sándor dedikálta. De folyamatosan érkeznek a közmédiához a különböző tárgyi felajánlások, így például erre a foci labdára is lehet majd licitálni a december 18-ai egésznapos műsor folyam alatt. A játékszert a világbajnok brazil labdarúgó Ronaldinho dedikálta. Én úgy gondolom, hogy hát a Ronaldinhót ezt rengetegen szerették, ezt istenítették, mint labdarúgót, egy fantasztikus sportpályafutással mögötte, úgyhogy mi 100 000 forintot gondoltunk, hogy ennyi a licit. A Jónak lenni jó idei karitatív akciója a látássérült emberek megsegítésére gyűjt. A kedvezményezett a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége, akik többek között kulturális terveik megvalósítására fogják fordítani a befolyt összeget. Hangos könyvtáruk és hangos könyvolvasó eszközeik fejlesztését tervezik. A közmédia immáron 11. alkalommal indította el jótékonysági akcióját. Vannak, akik évek óta támogatják a műsort, és idén is tesznek majd felajánlást. Vannak olyanok, akik tulajdonképpen a Jónak lenni jó kezdetétől fogva támogatóinknak mondhatunk, ilyen például Rófusz Ferenc, Oscar-díjas rendező, vagy a veszprémi kézilabdások, illetve hát a Herendi porcelán manufaktúra. Emellett él a Jónak lenni jó adományvonala is. A gyűjtés még csak alig több mint 2 hete indult, de már több mint 20 000 támogatták ilyen formában a karitatív akciót. Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy átléptük a 10 millió forintos álomhatárt. Ez azt jelenti, hogy a
13600-as telefonszám után, ha valaki a 96-os kódot beüti, akkor tudja támogatni a Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségét, és hát most már több mint 20 000 hívás érkezett, és ebből áll össze ez a 10 millió forint fölötti összeg. Minden hívás vagy SMS 500 forintos segítséget jelent. Emellett tárgyi felajánlásokat is várnak a szervezők, amelyek közül a legkülönlegesebbekre december 18-án az egész napos műsor folyam alatt lehet majd licitálni. December 18-án egész nap a közmédia csatornáin. Ez volt a Híradó, a műsor újra nézhető a hiradó.hu oldalon. A folytatásban következik a Nemzeti Sporthíradó, Csanádi Kristóffal.